Szia, szia! Rajziskolánknak a legviccesebb életszakasza az az volt, amikor elkezdtünk karikatúra rajzolást tanítani. Rengeteget nevettünk mi is, és a tanítványaink is. Hogyha te is szeretnéd megtanulni, akkor most itt az idő, mert ebből az online rajztanfolyamból te is megtanulhatod. Na és hogyan állj neki a karikatúra rajzolásnak? Hát ne úgy, mint én ennek az izének, hogy még azt se tudod, hogy hol van az eleje. Alapvetően a karikatúra rajzolást az kétféle módon tanulhatod meg. Az egyik az az, hogy megtanulsz bizonyos rajzmintákat, rajzsablonokat. Például, hogyha valakinek kerek arca van, akkor az hogyan érdemes eltorzítani ahhoz, hogy vicces legyen. Vagy megismered az adott arcra jellemző egyedi jellegzetességeket, és azt emeled ki a rajzon. Ebben az online rajztanfolyamban mind a két módszert megmutatjuk. A rajzsablonos módszert is, és az egyedi jellegzetességes módszert is. És hogyha már ismered az alapokat, akkor azt javasoljuk, hogy úgy folytass tovább a tanulást, hogy kezdj el gyakorolni ismert emberek arcán, és ismert emberekről készíts karikatúra rajzokat. Aztán, hogyha már ez is megy, akkor csináld meg a saját önarcképedet, csinálj viccet magadból, mert hogyha magadat kifigurázod, akkor megvan már a létjogosultsága annak, hogy az ismerősöket, családtagokat, barátokról is megcsinálod a karikatúra rajzodat, és őket is kifigurázod. Ebben az online rajztanfolyamban 5 híres emberről szóló karikatúra rajzot készítettünk el, megcsináltuk a saját önarcképünket, és 5 másik kollégánkat is kifiguráztuk. Nézd, teljes a csapat! Tanulj meg mindent a karikatúra rajzolásról. Ebből az online tanfolyamban biztosan benne van minden. A fekete-fehér rajzoktól egészen a színes karikatúrákig. Találkozzunk a képernyő előtt, és neves velünk együtt. Szia!